legutóbb ígértük, hogy folytatjuk a tanulóvezetőkkel városi közlekedéssel kapcsolatos beszélgetésünket. Kispál Zsolt, az útra való autós iskola vezetője, a vendégünk ismét. Köszönjük, hogy újra eljöttél. Szervusz, Zsolt. Szervusztok, köszöntöm a műsornézőt. Szia. No hát ugye felidézem a múltkori legutóbb abba hagyott témánkat, ugye akkor arról beszélgettünk, hogy mit tehetünk mi rutinos sofőrök, miben tudunk segíteni a tanulóvezetőknek ahhoz, hogy a forgalomban tényleg valójában tudjanak haladni. Szerinted mi az, amit az autósok rosszul látnak? Hát szerintem mindenki elfelejtette azt, hogy ő is volt kezdő, és hogy honnan kezdte. Annyira felgyorsult világot élünk, hogy mindenki törekszik a napi rutin programok végrehajtására, és szinte lehet, hogyha visszakérdeznénk, arra sem emlékezni, hogy milyen útvonalon közlekedett éppen, nem még arra, hogy milyen helyzetekbe keveredett, vagy esetleg kikkel találkozott út közben. És hogyha megfordítjuk a dolgot, például a tanulóvezetők szemszögéből nézve? Hát ők pedig mostanában, kicsit csúnya ezt kimondani, de úgy érzik, hogy az autós iskola egy áruház, amely azt jelenti, hogy ha ők oda bejönnek, köszönnek, megkérdezik, hogy mibe kerül a jogosítvány, akkor ők kifizetik, és úgy gondolják, hogy a titkárnő akkor hátrafordul, leveszi a polcról az ő jogsíjukat, és a kezükbe is adja. Ez nem így van. Ez ugye a ti időtökben is, amikor tanultatok, mondtátok, hogy hú, milyen kedvezmény most, hogy már interneten végezhető a Crest tanfolyam. Igenis, ha valamit akarnak, kötelezni kellene őket arra, hogy ezért hozzanak áldozatot. Ez azt jelenti, hogy áldoz a szabadidőből, bejár az elméleti foglalkozásra, utána abból vizsgát tesz, és a vezetésnél is nem csak akkor foglalkozik konkrétan ezzel az egész anyaggal, meg a tematikával, hanem két vezetés között is illene otthon ezt végig gondolni, és próbálni fejleszteni ezt a közlekedési logikát, hogy ki tudjon alakulni. Én különben azt látom, nem tudom, hogy egyetértetek-e velem, de valahogy nem figyelnek oda a kedves autós társak a többi autósra. Tehát olyan, ez csak egy pitiáner dolog, tegnap előtt egy délutáni időszakban egy hölgy úgy kijött elém, hogy szétsenézett az autójával, gyönyörűen kihajtott, én láttam, hogy éppen ő mit szeretne majd csinálni, és már előre gondoltam, hogy mi fog történni, és inkább lassítottam, mert láttam, hogy nem figyel, tehát nem figyeli a közlekedést. Szerintem ez is egy hatalmas nagy probléma. De még szerencsé, hogy vannak ilyen sofőrök, mint például te, hogy előre látjuk, igen, hogy esetlegesen jó mi ez lehet a probléma. Nagyon jó ez a gondolkodás, ezt hívják ugye defenzív vezetésnek, ami annyit jelent, hogy adott szituációban végig méret, hogy mi lehet a számodra a legrosszabb, ami történhet, és arra is már rendelkezel egy B-tervvel, hogy el tud hárítani a kialakuló baleseti veszélyt. És hát a múltkori adásban beszélgettünk ugye a Gyöngyös városán belül kritikus pontokról, tehát így vezetés szempontjából, és ezen felül ugye kiemelnénk ez az Alkotmány utcai körforgalmat. Tehát múltkor így beszélgettünk adáson kívül erről, hogy egy picit beszélnél erről a kényesebb pontról. Igen, ez a körforgalom önmagában egy nagyon jó találmány, mert ugye meggyorsítja az adott csomópontnak a forgalom áteresztő képességét, csak ez a kör ugye az első, talán a harmadik volt a városba, ott az elsők között született, és nem ekkora mennyiségű forgalomra tervezték. Az a réteg, amely meggátolná azt, hogy csúszanak a jármű kerekei, tehát megfelelő tapadást biztosítson, az itt erősen lekopott már ezen a körforgalmon, és motoros kollégám is tudja, hogy kétkerekűek oktatásakor ez az egyik piros jelzésű csomópont, ahol nagyon oda kell figyelni, mert ugye a négykerekű csak megcsúszik, de a kétkerekű már könnyen el is bukik, tehát el tud esni. És van még Gyöngyösen ehhez hasonló ilyen problémás útszakasz? Így burkolat minőséget tekintve nincsen, tehát nagyon csúszó szakaszok nincsen, viszont figyelembe véve az időjárási körülményeket, ugye a tél, a fagy, hogy mondjam, éleszti a kátyukat, rengeteg úthiba van, hatalmas némely gödör akkora, hogy félkerékkel bele lehet esni, meg lehet említeni az Ipar utcába, ami van ott a Betongép Kft-nél, akkor a Mátrai út is nagyon katasztrofális, akkor az Opel Salon, Tesco közötti rész a hídnál, és ezeket illene legalább akkor, amikor nincs fagy, hideg burkolattal eltüntetni, vagy legalábbis a mélységét csökkenteni. A burkolatjelek is hiányoznak, nagyon régen volt már igazi burkolatfestés a városban, ezért bízom benne, hogy az illetékesek, hogyha az időjárás engedi, eljön a tavasz, akkor ezt mindenképpen megcsinálják,
mert a tanulóknak borzasztó nehéz olyan körülmények között közlekedni, ahol ők sose látták a vonalat. Hiszen amíg nem akartak jogosítványt szerezni, addig nem úgy közlekedtek, hogy figyelték ezeket a jeleket. Most viszont, hogy szükségük lenne ezek segítségére, nem tudnak miből olvasni, mert ők a megkopott jelekre nem emlékeznek. Egyébként engem ez a kérdés nagyon régóta foglalkoztat. Ha megengedett, felteszem, hogy az emberek tudják-e egyébként a körforgalmat használni? Tehát, hogy mik a körforgalom szabályai? Mert én úgy vélem, úgy veszem észre, hogy nem tudják, és hogy erről beszélünk. Tehát, amikor szembe jönnek veled, akkor úgy... Már nagyon kellemetlen. Igen. Egy pár szóval akkor beszélhetünk erről is. Az a lényeg, hogy ugye a körforgalomba a behajtó terheli az elsőbségadási kötelezettség, ezért van minden körforgalom tábla egy elsőbségadás kötelezővel ellátva, ami annyit jelent, hogy amikor mi befelé hajtunk a körforgalomba, tőlünk balkézre eső úgynevezett kör egy harmadot kell elsőbséggel ellátni. Tehát aki már benne van a körbe, vagy nálunk fürgében, de balról érkezik, neki kell elsőbséget adni. Aztán ez is fontos dolog, hogy a körforgalom táblába ugye a nyilak úgy üldözik egymást, hogy az elzárt mező mindig a bal vállunk felé essen. Na most, ha véletlenül ezek a virágok vagy adventi koszorú, mikor minek van álcázva a kör közepe, jobb kézre esik, akkor nagyon nagy gondban vagyunk, amennyiben nem vagyunk Angliában. Tehát akkor ez komoly gond. Említett... És az irányjelzőkről még beszélnék itt a körforgalomnál csak röviden, hogy nagyon sokan helytelenül használják az irányjelzőt, mert 1980-ig volt az a szabály, hogy a körforgalomba való behajtást is jelezni kell. Na most én tanítom a tanulóknak, hogyha egy ilyen régebbi játékos, mint közlekedőtárs megjelenik, ami azt jelenti, hogy közel OT-s rendszám az autón, szódásüveg, szemüveg, kalap, tehát úgy lehet érezni, hogy ő nem a mai kor egyik játékosa, akkor hogyha ő jön és indexel, nem szabad felülni csak az irányjelzőnek. Mert ugye a mostani szabály szerint, ha valaki irányjelzővel hajt be a körbe, az azt jelenti, hogy az első adandó kijárati lehetőségnél ki fog menni. És mindig mondom a tanulóknak is, hogy sohasem az irányjelzőnek vagy irányjelző legyen a döntő ebben a témában, hanem figyeljétek a járműnek az állását, orrállását, első kereket, sofőr fejének a nézését, hogy merre megy, mert ez az igazi biztos támpont. Én már nem adok az indexre, tehát amikor már elhaladt mellettem, akkor igen. Tehát láttam én már olyat szintén pont a napokban, hogy egy autóbusz végig indexelt. Semmit nem csinált, ment egyenesen, de ő indexelt. Na mindegy, sok a probléma. Említetted azt, hogy most egy kicsit jó idő van, de azért még halljuk, hogy lesznek még azért fagyok, sőt márciusra is, én most nem akarok senkit sem riogatni, de hallottam már az előrejelzéseket. Gyalogos szemmel, ha valaki akár autóba is ül, de utána ugye gyalog közlekedik, vagy csak gyalog közlekedik. Hogyan lehetne azt, vagy egyáltalán ti érzékelitek-e azt a problémát, hogy ha csúszós az út, akkor is ugyanúgy halad a gyalogos, meg ha száraz az út, akkor is ugyanúgy halad a gyalogos? Igen, sajnos ez így van, mert a gyalogos, ő csak arra gondol, hogy átjusson A pontból B pontba. Ő benne ez a csúszós pálya, nagyobb követési távolság, veszélyesebb terület, meg sem fordul. Ezért nekünk kell alkalmazkodni azáltal, hogy ilyenkor, ha csúszik, akkor alapból kisebb sebességgel közelítjük a gyalog átkelőhelyet. Ugye a jogszabály azt mondja, hogy elsőbsége a gyalogosnak a kijelölt gyalog átkelőhelyen van, és csak akkor kelhet át, ha ebben az esetben is meggyőződött az áthaladásnak a veszélytelenségéről, tehát minden gyalogos terhelne egy szétnézési kötelezettség, mielőtt megkezdi az átkelést. Három kérdést teszek fel neked egyszerre, mert hogy már mutatták, hogy nagyon kevés az időnk és sietni kell. Változott a jelentkezés módja, hány éves kortól milyen jogosítványokat lehet szerezni? Forgalmi vizsga hogyan zajlik, illetve mik a leggyakoribb bukások, ami jó, mondjuk egy vizsgán előfordul? Két kategóriát emelnék ki, ami a leggyakoribb. Az egyik az AM, ami a régi mopedos kategória volt, tehát a segédmotor. Erre 13,5 éves kortól lehet jelentkezni. A tanuló, hogyha jelentkezik, elvégzi az elméleti tanfolyam részt, legyen ez akár az internetes, akár a tantermi, legkorábban Kreszből vizsgát 13 év és 9 hónapos korban tehet, utána már megkezdheti a gyakorlati vezetést, de a végső forgalmi vizsgát csak a 14. születésnapja betöltése után teheti meg. Nekik összesen 11 órát és 100 kilométert kell megtenniük, mert ez a kilométer is most már minden kategóriába gyűjtendő. A másik pedig, ami a leggyakoribb kategória, ez a B
kategória a személykocsi vezetői jogosítvány. Itt 16,5 év az alsó korhatár, szintén 16 év 9 hónapos korban lehet elméleti vizsgát tenni, és a forgalmi vizsga itt is csak 17 éves kor betöltése után tehető. Uh-huh. Jó, és az utolsó kérdésed pedig a forgalmi vizsgák meg a bukásokok. Hát a forgalmi vizsgák, ezek meghatározott vizsga útvonalak szerint történnek. Van jelenleg 6 darab távolsági vizsgapályánk és 10 darab városi útvonal, mely annyit jelent, hogy meghatározott sorrendben kell érinteni bizonyos csomópontokat. Mindegyik vizsgakör tartalmas, tehát tartalmaz balra kanyart, telizöld lámpánál, egyirányú utcából balos kanyart, és tehát van benne jobbkezes utca is, párhuzamos közlekedés, tehát mindegyiknek velősnek kell lennie, és tartalmaz összesen 2 darab manőverezési feladatot ez a vizsgakör. Az egyik egy 7 típusból kiválasztott parkolás, aminek beszéltünk róla a múltkor, hogy mindig jármű és jármű közé kell történnie, meg van benne egy megfordulás, amely az egyívű megfordulás, vagy pedig az Y megforduló lehet. Zsolt, köszönjük szépen, időnk lejárt. Legközelebb folytatjuk. Folytatjuk. Köszönöm én is a megkívást, figyeljünk egymásra mindenképpen. Köszönjük.